Megtartják az érettségit, de milyen formában? Horváth Péter, egy győri gimnázium igazgatója híradónknak elmondta, hogyan fognak az idei év májusában zajlani az érettségi vizsgák. Az intézmény vezetője hozzátette, javítási lehetőség is lesz azok számára, akiknek nem sikerül az írásbeli vizsga. Az érettségének az írásbeli része az minden tantárgyból megtartásra kerül, legalábbis a rendelet szerint, és azok a tantárgyak, amiben nem volt írásbeli érettségre lehetőség, azok szóban kerülnek lebonyolításra, tehát ott a szóbeli rész lesz. Mindazon diákok, akik valamilyen mentességet kaptak az írásbeli rész alól, szintén szóban tudnak érettségizni, valamint nyilván, hogyha sajnos valakinek nem sikerül az írásbeli megfelelő szintű elvégzése, akkor őnekik szintén lehetőségük van javítani a szóbeli érettségi vizsgán. Horváth Péter elmondta, aki nem kívánja valamelyik vizsgát megírni, annak április 21-én éjfélig írásba jeleznie kell a vizsga helyszín és a vizsgatárgy megjelölésével. Az igazgató hozzátette, ha valaki úgy gondolja, hogy nem tudott megfelelően felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára, akkor van lehetősége középszintű vizsgára való átjelentkezésre is. Kiemelte továbbá, hogy a fertőzés megelőzése érdekében igyekeznek minden szabályt betartani a vizsgák alatt. Mivel nincsenek diákok, sajnos sok terem már rendelkezésre, viszonylag nálunk ugye nagy tantermek vannak, tehát nem lesz gond az, hogy leültessük a diákokat. Mi egyébként úgy számolunk, hogy mivel 3 padsor van, mindegyik padsorban 3 diákot fogunk leültetni, tehát termenként 9 főt fogunk elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy 160 diákunk van, nem mindenhol lesznek 9-en. Körülbelül a nagy tantárgyak esetén, magyar történelem és matematika, 20 tanteremmel számolunk. Így biztosítani tudjuk nem csak a másfél ennél nagyobb távolságot is, valamint nyilván kérjük a diákat, bár tudjuk, hogy a rendelet szerint nem kötelező, hogy maszkot viseljenek, védőkesztyűt vegyenek fel, védjék ezzel magukat, védjék a társaikat, védjék a pedagógusokat, illetve hogyha innen vinnének haza vírust, akkor védjék az otthoniakat is. Az érettségi vizsgákat a ballagás előzi meg, azonban idén ez is nagy kérdőjelet hagy maga után. Horváth Péter elmondta, bár az iskolának ez az egyik legnagyobb külső ünnepe, idén mégsem lesz megtartva a kialakult helyzet miatt. A ballagást mi arra gondoltunk, hogy fel fogunk venni képeket itt az iskolában. Én fogok ballagni a folyosón és az iskola épület előtt. De míg eddig én néztem a diákokat, mert egyébként azt gondolom, hogy azért nagyon szép látványt tud nyújtani 160 nagyon szépen felöltözött, értelmes tekintetű diák. Most ez fordítva lesz, ők tudnak majd engem nézni. Az osztályfőnökeik fognak 1-2 percben saját osztálytermükbe elköszönni tőlük. Az igazgató hozzátette, ugyan senkinek sem egyszerű ez a helyzet, de bízik abban, hogy mindenki gördülékenyen fogja venni az akadályokat.